20 millió forintból megkezdődött a város óvodáinak nyári felújítása. Van, ahol új hőszigetelés készül, de több helyen csak tisztasági festésre van lehetőség. Zarándokút. A gradistjai horvátok idén ünneplik betelepedésük 480. évfordulóját. Erre emlékezve járják végig azt az útvonalat, amelyen őseik érkezhettek. Júdás hamburger. Különleges akciókkal népszerűsítik a belvárosban az ízeumi szabadtéri játékokat a fellépők. Az első bemutató 17 nap múlva lesz. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Merklin Ferenc. Jó estét kívánok! Kiürültek az óvodák, megkezdődött a nyári leállás, ezzel együtt az intézmények felújítása. Van, ahol nagyobb, van, ahol kisebb átalakításokat végeznek a következő 6 hétben. A város óvodáinak korszerűsítésére összesen 20 millió forint jut. Parketta csiszolás és vizes blokk felújítás, megkezdődtek a munkálatok a Hétszínvirág óvodában. A parkettát 1 millió forintból újítják fel, a fürdőhelyiség korszerűsítésére pedig 1,5 millió jut. Most kezdődtek ezen a héten, Zömében, most szedik szét a gyermekmosdót. A parkettázás is a héten fog megtörténni még, vagy a jövő hét elején. Egy csoportszoba csiszolása és lakkozása már megtörtént, a másik a héten fog folytatódni. Hétszínvirág óvodában összesen 2,5 millió forintot költenek most a fejlesztésekre. Ezzel együtt közel 20 millió forint jut Szombathelyen az összes óvoda nyári felújításaira a karbantartási alapból. Van, ahol hőszigetelésre költenek, és van, ahol csak tisztasági festés zajlik. Vannak kisebb, amik 2-300 ezer forintos karbantartási tételek, amit mindenképpen szükséges megtenni. Elsősorban a vizes blokkok felújítására törekszünk. Évek során ezeket tudtuk szépen lassú lépésekkel előre haladva de felújítani. Az óvodában van még sajnos, amit fel kell újítani. A Hétszínvirág óvodában az új vizes blokknak és a megszépülő parkettának összesen 175 gyerek örül majd a vakáció végén 6 hét múlva. A szolgáltatóknak is részt kellene vállalniuk a gázkészülékek cseréjének költségeiből a szocialista képviselők szerint. Megkezdte a munkát a Haladás VSE új vezetősége. Hétvégenként újra díjtalanul várja a vendégeit az Agóra kertmozi. Rövid híreink következnek. Bár a gázkészülékek felülvizsgálatát nem a lakosságnak kell fizetni, azt nem lehet tudni, hogy visszakapják-e a pénzt azok, akiknél már elvégezték ezt a munkát. Nem kapott erre a kérdésre választ a parlamentben, mondta Nemény András, szocialista képviselő egy sajtótájékoztatón. Arra sem, hogy a felmerülő csere vagy átalakítás költségeit teljes egészében a lakóknak kell leállni, vagy az állam segítséget nyújt az érintetteknek. A képviselő azt kérte az emberektől, hogy a felülvizsgálatot végeztessék el, de a szükséges további munkákkal várjanak, amíg a részletek ki nem derülnek. Ipkovics György szerint is tehermegosztás kellene. A szocialista képviselő felvetette, hogy az állam, az önkormányzatok és a lakók mellett a szolgáltatóknak is részt kellene vállalniuk a cserék, átalakítások során felmerülő költségekből. A képviselő szerint jogi aggályokat vet fel, hogy a felülvizsgálat elmaradása miatt kikapcsolnak valakit a szolgáltatásból. Megkezdte az ügyek átvételét, a gazdasági helyzet felmérését a Haladás VSE múlt héten megválasztott vezetősége. Pődör Zoltán ügyvezető Aréna című sportmagazinunkban úgy nyilatkozott, hogy legkésőbb csütörtökre végezniük kell a mérleg készítésével, ugyanis akkor tartja alakuló ülését a klub hétfős elnöksége. Lazári Viktor műsorunkban elmondta, hogy az önkormányzat kiáll az új vezetők mellett, munkájukat mindenben segíteni fogja. Az alpolgármester úgy véli, hogy a klub életében a tisztújítás után egy új, sikeres korszak veheti kezdetét. Szabadtéri filmélmények várják ezen a nyáron is a szombathelyeket. Július 13-ától augusztus 3-áig minden szombaton kitárja kapuit az Agóra kertmozi a Szavária Filmszínház teraszán. Ahogyan a korábbi vetítések, a mostani műsor is könnyed szórakozást ígér, a nyári estéken ugyanis 4 vígjátékot láthat majd a közönség. A 21 órakor kezdődő programokra díjtalanul léphetnek be a látogatók.
Tambura zene töltötte be hétfőn este Szombathely főterét. A gradistei horvátok egy csoportja érkezett a városba. A résztvevők Horvátországtól Magyarországon és Ausztrián át Szlovákiáig azokat a településeket járják be, ahol őseik egykor letelepedtek. Különleges vándorút állomása volt Szombathely. A gradistjei horvátok idén ünneplik betelepedésük 480. évfordulóját. Erre emlékezve járják végig azt az útvonalat, amelyen őseik érkezhettek Nyugat-Magyarországra. Vas megyében körmendett Kőszeget is érintette a menet, amely hétfőn ért Szombathelyre. Itt a városvezetés is köszöntötte a csapatot. A 36 zarándok tánccal és tambura zenével szórakoztatta a főtéren járókat, ahogy az elmúlt egy hétben útjuk többi állomásán is. Egyébként a tengerparttól indultunk szimbolikusan elsején. Horvátország Európai Uniós belépés alkalmával volt Rogoznicába egy szép öbölbe, nagyon színvonalas rendezvény, ahol mi voltunk a speciális vendégek innen Nyugat-Magyarországról, a volt Nyugat-Magyarországról, tehát Ausztriából, Szlovákiából és magyarországi részről. A menettel tart egy lovas is, ő az egykori horvátok haderejét jelképezi az út során. A csoport élén érkezett Szombathely főterére is. Ez egy szimbolikus végigjárása annak az útnak, amelyen egykor érkezhettek az őseink. Egészen a tengerpartról indult a menet, és ahogy Feri említette, Pajrics Feri a csoport vezetője, ezzel szimbolizálva azt, hogy minden horvátban van egy cseppnyi tenger is. A menet észak felé halad, ausztriai és Győr-Moson-Sopron megyei falvakon át, ezután Pozsonyba érnek, majd Kimlén fejezik majd be az utat a horvát vándorok. Jézus kenyeret, Mária Magdolna fagyit, Júdás pedig hamburgert árult a Király utcában. A Jézus Krisztus szupersztár szereplői pékségben, bisztróban, kávézókban népszerűsítették a hamarosan kezdődő izaomi szabadtéri játékokat. Az első bemutatóig még 17 nap van hátra. Pogácsát, kenyeret árult Sörött Péter az egyik Király utcai pékségben, ahonnan különleges csomagolásban vihették haza a finomságokat az emberek. Péter játssza a címszerepet Weber, Jézus Krisztus Superstar című darabjában. Ez lesz az izaomi szabadtéri játékok egyik leglátványosabb előadása. Az, hogy ács fiból pék leszek, nem gondoltam, de nagyon, nagyon jó, kicsit meleg van. Mária Magdolna osztott fagyit a járókelőknek a Király utcában. Többek között ezt a különleges ibolya ízűt. Sokszor gondolkodtam abban, hogy milyen jó lenne, hogyha fagyit árulnék, mert annál könnyebbet el se tudnék képzelni. Hát azért nagy pofára esés volt részemről az első kenés, elég érdekesen sikerült. Kicsit aláhullott, de azért megfogta a töltsét. Drága, nem drága, Júdásnak, azaz Schwarz Dávidnak csak sikerült túladnia a hamburgeren. Ez a bisztró is csatlakozott a szabadtéri játékokat népszerűsítő akcióhoz. Jesus Christ, superstar, do you think your money say you are? Ezúttal nem színpadon, hanem egy kávézóban csendült fel a Jézus Krisztus Superstar egyik legismertebb betétdala. A darab próbái Márjavában zajlanak. Szombathelyen töltött időnek a felénél járunk, és nagyon jól haladunk. Egy furcsa erő összerántotta a csapatot, és nagyon jól dolgozik mindenki. Mirei Tamás Aida koktélt kevert egy kávézóban. 17 nap múlva kezdődnek az izaomi szabadtéri játékok. Ezzel a különleges reklámmal népszerűsítették a nagyszabású fesztivált. A jegyek jól fogynak, de én azt szeretném, hogy a köztudatban minél jobban beleívódjon az, hogy van egy óriási rendezvénye Szombathelynek, ami komoly zenei, könnyű zenei részben egy valami fantasztikus környezetben az Ízeumban, és mindenki tudja róla, és aki csak teheti, jöjjön is el. A játékok végéig tartanak a különleges akciók. A szabadtéri rendezvények első előadása július 26-án lesz. Ekkor Verdi Aida című operáját láthatja a közönség. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút vagy a Vörös Kereszt történetével is megismerkedhetnek a látogatók Szombathelyen az országos levelezőlap kiállításon. A 24. tárlaton 500 gyűjtő mutatkozik be. Az idén a világörökségi helyszínekkel, a Magyarország világörökségei helyszíneivel szerepelek a kiállításon. Nagyné Horváth Eszter kiállítási anyagát mutatja be. A tatabányai gyűjtő több mint 40 éve hódol ennek a szenvedélynek, kollekciója mára csak nem 60 ezer darabból áll. Külföldi és magyar településeket gyűjtök, de nagyon sokféle témakört,
fő témaköröm az építészet, és ezzel kapcsolatos művészetek, művészeti stílusok, illetve a Magyarország kis településeit nagyon előszeretettel gyűjtöm. A szombathelyi tárlatra nem csak Tatabányáról, az ország számos pontjáról érkeztek gyűjtők. Ez a kiállítás már 24 éve rendszeresen megrendezzük a Képeslapgyűjtők Egyesületével. Ezében a második alkalommal rendezzük itt a könyvtárba. Az idén is nagyon sok gyűjtő bocsátott a rendelkezésünkre a kiállítási anyagát, pontosan 13-an. A könyvtár szívesen ad helyet a képes levelezőlapgyűjtők kiállításának, hiszen sok rokonvonás van a könyvtáros és a gyűjtő munka között. A könyvtár is gyűjt, hozzáférhetővé tesz, és dokumentálásának eredményeképpen ismereteket közvetít, és ezt teszik a szenvedélyes képeslapgyűjtők is. A 10 000 képeslapból álló kiállítás a hónap végéig tekinthető meg a könyvtár földszinti előadótermében. Minden a pálinkáról szólt az elmúlt hétvégén Győrváron. A helyi termékeket felvonultató gasztronómiai fesztivált harmadik alkalommal rendezték meg a Vas és Zala megye határán fekvő településen. Szinte nem is volt olyan látogató, aki ne kocintott volna a Pálinka Fesztiválon. Nem csak a hagyományos ízek, mint a barack, a szilva, a vilmoskörte vagy a cigánymegy fogytak, de a különlegességnek számító sárgarépa vagy áfonya párlatok is. Nagyon fontosnak tartjuk pálinkáink bemutatását, hiszen aki ide ellátogat erre a fesztiválra, ő az összes pálinkánkkal megismerkedhet. Üzemünkben jelenleg 40 féle pálinkát főzünk. A jövedéki törvény változásának köszönhetően Magyarországon 3 éve lehet otthon pálinkát főzni. Egy igazi értékmentés és értékgyarapítás lesz, hiszen a pálinka ezáltal foglalja vissza azt a helyet, amit betöltött korábban a magyarság életében. A találkozón felvonultak a Magyar Pálinka Lovagrend és az Európai Borlovagrend tagjai is, és díjat nyerhettek a legjobb pálinkák. Tavaly évben egy Málna pálinka lett az év pálinkája, idén a Vas megyei év pálinkája pedig egy fekete ribizli pálinka lett, amely nagyon finom íze és aromarányjal rendelkezik, és az alkohol tartalma sem olyan magas. Pálinka nélkül sokak számára elképzelhetetlen egy családi vagy baráti találkozó. Legtöbb honfitársunk szívesen kortyol a nemzeti italnak számító nedűből. Ha esetleg vegyes, akkor vegyeset fogyasztok, ha szilvátok, a szilvát fogyasztok, a kört, a kertet fogyasztok. A szervezők már a kezdetektől hangsúlyt fektetnek a helyi értékek bemutatására. A rendezvényen a környék kézművesei, termelői kínálták portékáikat, a színpadon pedig a néphagyományokat idézték a fellépők. Immár 29. alkalommal rendezik meg a Vasi Vasember triatlon versenyt Szombathelyen. A szervezők az előnevezések számából arra következtetnek, hogy hétvégén megdőlhet a 2 éve felállított részvételi rekord. 1984 óta szinte minden esztendőben Szombathely egyik legjelentősebb sporteseménye a Vasi Vasember triatlon verseny. A szombaton 11 órakor kezdődő viadalra Magyarországról, Szlovákiából, Ausztriából és Szlovéniából is érkeznek sportolók. Szombathely híres arról kulturális és sportrendezvényei kapcsán is, hogy sok nagymúltú rendezvény van. Gondoljunk akár mondjuk a Szavária tánc verseny, ami sport is, meg kultúra is, és ilyen a Vasi Vasember rendezvény is, ami közel 3 évtizede töretlenül zajlik, megrendezésre kerül. A verseny idén az amatőrök és a profik számára is 1500 méter úszásból, 10 km futásból és 40 km kerékpározásból áll majd. A rendezők az előnevezések számából arra következtetnek, hogy akár a közel 400 indulót jelentő részvételi rekord is megdőlhet. Az előnevezésben már biztosan rekordot döntöttünk, hiszen 200 fölötti az előnevezettek száma. Ebből még nem következik automatikusan, hogy maga a versenynevezőinek a száma is rekord lesz. Ugyanakkor ez már valószínűleg ez vetíti előre. 387 azt hiszem a rekord, amit 2 évvel ezelőtt állítottunk fel.
A Szombathelyen közlekedők számára fontos tudnivaló, hogy a verseny idejére, azaz szombat reggel 6 és délután 18 óra között teljesen lezárják a Kenderesi utat az Oladi Kishíd és a Bartók Béla körút között. A kerékpárosok Nárait, Pornóapátit, Horvátlövőt, Vaskeresztest, Felsőcsatárt, Nardát, Toronyt és Sét érintő útvonalán viszont csak részleges forgalomkorlátozásra kell számítani. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. A legfontosabb események összefoglalói megtalálhatók az interneten a www.stv.hu címen. Híradónkat óránként sugározzuk, friss hírekkel hétköznaponként este 6 órától várjuk Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!